nagyon vártuk. Nagy tömeg várta a 70-es, 80-as évek indián filmjeinek sztárját, Gojko Miticset a Széchenyi téren. Hosszú sorok kígyóztak, hogy aláírást kapjanak, vagy fotót kérjenek a legendától. Mindig is szerettem ezeket a filmeket, és úgy látom, hogy nagyon jó tartja magát. Úgyhogy örülök, hogy láthattam élőbe. Gondolta volna, hogy valaha lesz lehetősége itt a Győrben majd találkozni vele? Nem gondoltam volna. Gyerekkorom filmjei, tehát tulajdonképpen az ő filmjei nőttem fel, és én nagyon szerettem ezt a színész mindig, és tényleg nagyon örülök neki, hogy élőben is találkozhatok vele, nagyon megható. Nagyon várta ezt a napot, és milyen ehhez képest a fogadtatás? Nagyon jó, szerintem. Nagyon jó, nem gondoltam. Köszönjük a polgármesterünknek, hogy ilyen aranyos, ilyen meglepetést szerzett a mi korosztályunknak végül is. Hát szerintem nagyon sokan az én korosztályomból eljönnek, és örülnek neki. Volt, aki komplett plakátgyűjteménnyel készült a nagy találkozásra. Gyerekkorom, mert a Bravo moziba ott néztük a filmjeit, úgyhogy ez nagyon jó. Nagyon jó. Így élőben, amikor most megláttad? Hát azért furcsa, azért már idősebb, 81 éves, úgyhogy azért ahhoz képest szerintem nagyon jól néz ki. Ja, van róla egy ilyen a filmjei, hogy milyen filmekbe játszott, hogy hol, ugye? Ugye mindenki azért összekeveri őt, mert ő sose játszott Vinettut, ugye azért tisztázunk, a három Vinettu filmben játszott, de abban az egyikben kapott csak ilyen főszerepet, a másik kettőben csak két ilyen nagyon pici epizód szerepe volt. Meséljek még. Jó, hát csak annyi, hogy ja, és van egy ilyen gyűjtemény, és ugye azok a filmek, azok a nyugat-német film volt, pontosabban NSK Jugoszláv, a másik, amiben ő játszott, ugye az pedig a kelet-német, ugye az a Defa stúdiók által készített 12 indiános filmet, amik itt vannak, úgyhogy lehet látni őket. Gojko Miticset Győr 750 éves királyi várossá válásának alkalmából látogatott Győrbe. Elsőként a polgármester dr. Dézsi Csaba András fogadta, és saját papagájröbdéjét is megmutatta neki, majd az idegen vezetés a városházán folytatódott. Polgármesterként úgy gondolom, ez a kötelességem, hogy olyan programokat biztosítsak, ami minél több embernek az igényét kielégíti, és ha lehet, akkor hát Győrhöz méltóan tényleg olyan sztárokat hívjunk, akik vagy hazai vezetősztárok, vagy pedig világsztárok. És így került ide Placido Domingo például, aki Győrben tartotta a hálakoncertjét az egészségügyi dolgozóknak. Ő egy tényleg egy világsztár. És Gojko Miticset, aki pedig gyerekkorunk indián filmjének a sztárja, ő látogatott el tegnap és ma Győrben, és közönség találkozókon is részt vesz. Óriási sikere van, hát nyilván az én korosztályom, és a nálam picit idősebb emberek is nagyon lelkesen fotózkodnak vele, autogramot oszt, és nagyon türelmesen válaszol minden kérdésre. Egy fantasztikus emberén beszélgettem vele. A színészt szombaton is embertömegek vártak. Ekkor ugyanaz indián jelmez már lekerült. Gojko Miticset elmesélte a Győr Plusznak, hogy csupán véletlenül lépett a színészi pályára. Én nem akartam színész lenni, de amikor az egyetemen tanultam, ahogy a többi diáknak, úgy nekem is kellett a pénz, és az akkori Jugoszlávia területén sok filmet forgattak, így jött a lehetőség, hogy a főszereplő dublőre legyek, így kezdődött a karrierem. A győriek vendégszeretete pedig elvarázsolta. Ez csak természetes, egy színész nem is kívánhat ennél többet. Ezek az emberek, akik kijöttek, ők valószínűleg gyerekek voltak még, amikor a filmek mentek. Abban az időben nagyon sok levelet kaptam Magyarországról, úgyhogy számítottam rá, hogy azért itt sok rajongó lesz. A rajongók pedig órákig képesek voltak sorba állni. Kintről írtunk neki még iskolás korunkba, és ezt a képet ő küldte, kintről a filmstúdió küldte. Volt, aki még percekkel a találkozás után is remegett. Hihetetlen volt, hát hihetetlen. De most tudom elhinni igazából, most tudom elhinni. Mit is nekem nagy kedvencem volt, és itt a könyve. Csupán szeretnék egy aláírást tőle. Ennyi az egész, és várom a soromat. Miért szeretted őt, vagy szereted őt? Hát mert örökké elkísért az életembe. Végül is, hát ez egy nagy indián emlék neki, úgyhogy így röviden ennyi. Mit szólsz ez a lehetőséghez, hogy itt most személyesen Győrbe is lehet vele találkozni? Hát megköszönöm a sorsnak. Gojko Miticset a közönség találkozó után hazarepült Németországba, a győriek azonban örökre a szívükbe zárták.